Most egy kicsit, én azt hiszem, hogy egy picit békésebb vizekre elvezünk, mert az Artemis program nem, mintha olyan egyszerű lenne, de talán ennek a szakmapolitikai komplikációi kisebbek, viszont a szakmai kihívása legalább akkora. Hír Natillát szeretném kérni, hogy az előadását tartsa meg. Parancsolj! Köszönöm szépen! Szeretettel üdvözlök mindenkit, és első körben szeretnék elnézést kérni, hogy a legelején nem tudtam becsatlakozni, de éppen az Artemis programhoz kötődő eseményen vettem részt, és szeretném megköszönni a rendezőknek, szervezőknek, hogy lehetőséget biztosítottak arra, hogy itt pár emelettel följebb egy tárgyalóban becsatlakozhattam. A Gateway űrállomás egyik tudományos munkacsoportjának alakuló ülése volt, amin részt kellett vennem. Oké. Tehát az előadásnak a címe az Artemis program, ami egy ilyen 20 perces előadáshoz természetesen túlságosan részletes nem tud lenni. Itt igyekeztem a téma kiválasztásánál, illetve a tartalomnál arra törekedni, hogy csak egy átfogó képet adjak a programról, a motivációjáról, a fő elemeiről, és az előadás második részében pedig kitérjek a hazai részvételre, amiben az Energiatudományi Kutatóközpont, illetve itthonról még a Remret Kft., aki részt vesz ebben a programban. Itt csak pár képet villantanék fel a tartalom szlájdon. Hát direkt nem egy ilyen szép színes képet választottam az Apollo 17 küldetésről, hanem egy ilyen képes lap jellegű képet, mivel most már decemberben lesz ugye 60 éve, hogy az utolsó emberes küldetés elhagyta a Hold felszínét, tehát már jó régen volt, és hát ennek a programnak lényegében folytatásának tekinthető, vagy a következő nagy ugrásának az Artemis program, amelyet az Egyesült Államok hirdetett meg, de ezúttal ez nem egy nemzeti, nem egy szigorúan véve nemzeti űrprogram, hanem egy nemzetközi együttműködésben megvalósuló program, melynek célja az, hogy ismét ember jusson el a Hold felszínére, de nem kizárólag csak ez a célja. A másik két fotón pedig az alsón a Gateway űrállomás, a program egyik fő elemének a fantáziarajza, fölül pedig hát egy még inkább fantáziarajza, vagy ilyen artist impression arról, hogy hogyan fognak dolgozni az Artemis program űrhajósai a Hold felszínén. Hát ugye mi is a motiváció az egész programnak? Hát amit a NASA kijelentett, az egyrészt ugye a felfedezés, tehát mint mindig, angol kifejezésű exploration, tehát hogy új tudományos és műszaki felfedezéseket kívánunk elérni. Emellett a programnak egy kiemelt célja az, hogy a gazdaságot élénkítse, illetve kiépítse az úgynevezett ciszlunáris gazdaságot, tehát új lehetőséget teremtsen a földi iparnak, földi gazdaságnak, illetve kiterjessze azt erre a térrészre, tehát a Hold felszínére és a Hold körüli térségre, illetve további fontos céljának a programnak a fiatalok motivációja, inspirálása, hogy még inkább a tudományos és a műszaki területek felé vegyék az irányt, minél több mérnök, természettudományos végzettségű szakember válassza ezt a nagyszerű területet. Itt csak valószínűleg ugye ebben a körben azért túlságosan egyrészt az Apollo programról nem kell beszélnem, magáról az Artemis programról is valószínűleg nagyon sokat tudnak a résztvevők. Csak egy diaként itt felvetítettem azokat az országokat, amelyek az úgynevezett Artemis egyezményt aláírták. Hát ez az a téma, aminek én nem vagyok szakértője, itt a közönség soraiban is van nálam jóval avatottabb szakember, Bartóki Gönci Balázs, aki erről biztos akár előadásokat is tud tartani, vagy több előadást is tud tartani. Így csak fölkívántam sorolni azokat az országokat, akik aláírták. A kékkel jelölt országok az ESA tagállamai vagy együttműködő országai. Maga a program, tehát egyébként jelentős átfedést mutat például az ISS együttműködéssel, azzal a jelentős különbséggel, hogy ebből az Orosz Föderáció kimaradt. A fő elemei a programnak, ugye az egyik fontos eleme az Orion űrhajó, ez az a modul, az a űrhajó személyszállításra alkalmas űreszköz, amely az űrhajósokat
holdkori pályára fogja eljutatni, illetve onnan vissza a Földre. Itt fontos kiemelni azt, hogy ennek a műszaki és hajtómű egységét az ESA fejlesztette, és ugye a napokban, reményeink szerint, vagy hát novemberben kerülhet sor már végre a teljes rendszernek, tehát nem csak az Orion űrhajónak, hanem a teljes hordozó rendszernek az első éles repülésére, egyenlőre emberek nélkül. Ugye, hát maga a hordozó rendszer az SLS névre hallgat, ez a Space Launch System, amely az Orion űrhajót fogja eljuttatni hold körüli pályára. A fontos elem ugye a földi kiszolgáló rendszerek, tehát itt maga az indítóállástól kezdve a kommunikációs rendszerekig, illetve az űrhajósok visszajutatását és földetérését elősegítő rendszerekig. A másik fontos eleme az ugye a Gateway űrállomás, és itt van a nagy különbség, az egyik nagy különbség az Apollo programhoz képest, hogy maga az SLS rendszer nem fogja magával vinni a Holdra a leszálló egységet, és az űrhajósok nem az egész rendszert viszik magukkal, hanem ezúttal egy űrállomásra fognak átszállni, amely a Hold körül fog keringeni. Ez kapta a Gateway nevet. Ennek indítására, az első modulok indítására 2024-ben fog sor kerülni. Erre szállnak majd át az űrhajósok, pár napot ott eltöltenek, és ezt követően pedig az emberes leszálló egységgel fognak a Hold felszínére ereszkedni, illetve ezek az emberes leszálló egységek szolgálnak arra, hogy utána dolgok végeztével visszajutassák az űrhajósokat a Gateway-re, ahonnan az Orion űrhajó fogja ismételten a Föld felé, Földre visszajuttatni őket. Ennél lehet, ahogy hallani, ugye az egyik fő szerződő partner a NASA-nak ugye a SpaceX, a Starship, amely váratlan az embereket a Hold felszínére fogja jutatni, de hát itt több ipari partnerre is folynak ugye a tárgyalások. A cél az lenne, hogy több ilyen leszálló egység is rendelkezésre állhasson, és embereket tudjon jutatni a Hold felszínére. És hát az utolsó fontos eleme ennek a programnak az meg maga, hát most holdi űrbázisnak is nevezhetjük, ez az angol Artemis Base Camp névre hallgat, az a fajta ökoszisztéma vagy település, ami a hold felszínén ki fog alakulni, és ami fogadja majd az űrhajósokat, vagy akár az emberek nélküli egységeket, automata eszközöket is. A főbb mérföldkövei, ez egy önkényes választás, itt csak azokat emeltem ki, amit tényleg így a leglényegesebbnek tartok. Ugye a magának az Orion űrhajónak az első tesztjére még 2014-ben került sor, ez volt az Exploration Flight Test 1. Ez egy rövid párórás küldetés volt, pár ezer kilométer magasságig juttatta fel az Orion űrhajót, és tért vissza a Földre, emberek nélkül értelemszerűen. Az Artemis 1-ről minden bizonnyal mindenki hallott, ugye az elmúlt hetekben rengeteg híradást hallottunk erről, illetve a halasztásokról. Érdemes megnézni az Űrvilág hírportálon is, nagyon érdekes cikkek jelentek meg többek között arról is, hogy mi alapján választják még az indítási ablakokat, és miért nem olyan triviális dolog, hogy melyik időpillanatban nyílik meg a lehetőség arra, hogy az űrhajó utána, vagy az SLS rendszer holdkörüli pályára tudja juttatni a küldetést, illetve a megfelelő pillanatban vissza is tudjon térni a Földre. A következő, ezt követő küldetése a teljes rendszernek az Artemis 2 lesz, ezen már emberek is fognak utazni, de ezen küldetés során még nem szállnak le a Hold felszínére. Az Artemis 3 lesz az első Holdra szálló küldetés, ugye addigra már a Gateway első két moduljának holdkörüli pályára kell állnia. 2024-ben tervezik az első két modul indítását, de az út, amire a végső pályát eléri, az több mint egy évet vesz igénybe, tehát 2025-re fog odaérni, és akkor valamekkora tartalék van persze, hogy még utána elindítják az Artemis 3-at, és az be tud szállni az űrállomásra. És akkor 2026-27-re tervezik a soron következő küldetéseket. Ami a magyar résztvételt illeti, vagy illetve a hozzánk köthető energiatudományi kutatóközponthoz köthető részvételt illeti. Az egyik ugye az Artemis 1 küldetés, ahol, amint említettem, még emberek nem vesznek részt a programban, az emberek helyére emberszerű fantomokat, bábukat helyeznek el, vagy helyeztek el
az Orion kapszulájában. Ezek ilyen torzó fantomok, itt lehet látni egy a német kollégákkal, hogy a... Hoppá, ez hogy kell? Ja, igen. Ott látható, hogy német kollégák szerelik össze, ezek ilyen szeletekből összeálló, az emberi testszövetet és csontozatot imitáló, meg szerveket imitáló bábú, amelynek különböző pozíciójába detektorokat lehet elhelyezni, sugárzásmérő, dózismérő detektorokat, és a két ilyen bábú is lesz. Első alkalommal lesznek ezek női fantomok, ami azért fontos, mert eddig csak a férfi testet imitáló fantomokkal végeztek méréseket, és ugye hát biológiailag az jelentős eltérés van a férfi és a női szervezet között, tehát ezek új eredményekkel tudnak szolgálni, illetve első alkalommal fogják kipróbálni az izraeli Stemred cégnek a sugárvédő mellényét. Itt az egyik fantomot ellátják ezzel a sugárvédő mellénnyel, a másikat nem, és ilyen összehasonlító analíziseket lehet majd végezni. Itt pár adat, és hát ami a fontos, hogy ez egy nemzetközi konzorcium keretében valósul meg ez a MÁRE kísérlet a német űrügynökség vezetésével, és az egyik fontos konzorciumi partner az Energiatudományi Kutatóközpont. Itt van pár fotó arról, hogy hát egyrészt ugye átláthattuk ezt a képet, hogy amikor az SLS a Orion űrhajóval az indítóálláson várakozott a felbocsátásra. Az alatta levő fotón, kicsit igen, lassan hozzászokom, hogy kell ezt használni, lehet látni a két bábút, ahogy a pilóta ülésekben helyet foglalnak, és oda vannak kötve ilyen Nomex pántokkal, és itt látható képeken pedig maga az LK-nak a detektorai láthatók, amiket elhelyeztek a különböző passzív detektorok a fantomokban. A másik részvétel az maga a Gateway elemhez tartozik, mert az Artemis programnak a Gateway űrállomásához tartozik. Ez az AIDA névre hallgat, ami a belső dózismérő rendszeregyüttesnek a mozaik szava, vagy ebből alkotott mozaik szó. Ahogy említettem, 2024-ben két modulból álló egység fog feljutni. Ez a HALO és tehát a Habitation and Logistics Outpost, tehát ilyen a lakó és logisztikai modul, illetve a tápellátásért és a meghajtásért felelős modul fog feljutni, és ezen belül a HALO lesz az, amelyikre az AIDA névre hallgató dózismérő berendezést fogják elhelyezni. Hát ugye, amit fontos tudni azért, hogy mennyire eltérő, ugye az ISS az, amihez így könnyen tudjuk hasonlítani, a nemzetközi űrállomás, a Gateway űrállomást. Itt próbáltam ilyen valamelyest így a méreteket összevetni, hát nem tökéletesen pontos, de itt körülbelül lehet látni, hogy ilyen, itt látható a Gateway, és ahhoz képest a nemzetközi űrállomás ilyen harmada, negyede a teljes méretben, illetve tömegében, és hát jelentősen eltérő lesz a Gateway pálya ahhoz képest, amit ugye az ISS-nél a Föld esetében mindenki számára közismert. Ahogy említettem a bevezetőben, a konzorciumot az Energiatudományi Kutatóközpont vezeti, ezt egy nyílt versenypályázaton nyerte el az Energiatudományi Kutatóközpont. Ez lesz a legeslegelső olyan ÉZA kísérlet, ami az űrállomás, a Gateway űrállomás belsejében kap majd helyet, az egyik ilyen műszer rekeszben, a HALO modulon belül, és az ÉZA különböző már repülési tapasztalattal rendelkező detektorokat választott ki, amelyek az ISS-en már bizonyítottak. Ezek közül az egyik a Tritel dózismérő, amelyet a Magyar Remred Kft. Gyárta szállít be az LK-nak. Az EAD egy német dózismérő, gyakorlatilag egy személyi dózismérő, amit beintegrálunk ebbe a rendszerbe. A MedicsPix egy pixeldetektor, amelyet egy cseh cég, az Advacam szállít, és hát ez a projekt nem csak egy tisztán ÉZA, hanem egy ÉZA-JAXA, tehát a japán űrügynökség és az európai űrügynökség közös projektje, amelynek keretében japán detektorokat is integrálunk ebbe a rendszerbe. 2000
23 végére le kell szállítanunk a repülőpéldányt, 24-ben indítják, és 11 évet kell biztosítanunk, vagy bizonyítanunk, hogy 11 évig üzemképes marad. Ebből az első év az a tranzit, tehát átmegy majd a Van Allen-öveken, és utána azt követően pedig közel 10 éves üzemidő holdkörüli pályán. Itt vannak a fő legfontosabb szereplők a hold körül, ahogy keringenek ugye a NASA logó, mint a programnak ugye a Gateway program fő koordinátora, illetve szervezője, az ESA ugye, meg a JAXA, amelyik az IDA berendezésnek a gazdája, a Northrop Grumman, akivel ugye azért vagyunk kapcsolatban, mert ugye magát a modulokat gyártja, az Energiatudományi Központ, illetve a többi alvállalkozónak a logói láthatók, akit még nem említettem, az Airbus Defense and Space, aki a termikus és strukturális fejlesztésért felelős, illetve a Remred Kft. A teljes központi elektronikai rendszert is fejleszti ehhez a műszerhez. És hát nem állít meg itt a történet, kitekintésként szeretném említeni, hogy magának a angol szóval exploration, vagy ennek a felfedező emberes küldetések sorában a Mars programban is részt veszünk, ott a marsi minta földrehozatali küldetés utolsó fázisában az ERO űrszondára fejlesztünk ugyanúgy dózismérő eszköz, de ez majd egy későbbi vagy egy másik rendezvénynek az előadásának a témája lehet. Köszönöm szépen a figyelmet!